Köszöntöm Önöket, ez itt a Metszet. Az elmúlt napok történései olyan társadalmi feszültségeket hoztak a felszínre, amelyeket több tíz év csalódása táplál. A bukaresti kollektív klubban történt tragédia minden társadalmi réteget megmozgatott. Ez jól látszik a tüntetéseken résztvevők és üzeneteik sokféleségéből is. A korrupt politikai osztállyal való leszámolást, a politikai élet alapjaiban történő reformját, az utcán követelő tüntetők haragját a kormány lemondása sem csillapította. A népharagot csitítani próbáló Klaus Johannis államfő a pártokkal történő konzultációt követően 18 civilt is a kotroceni palotába hívott. Ez a 18 személy az államelnöki hivatal szerint az utca hangját, illetve a civil társadalmat képviselték. Hogy milyen legitimitással, az kérdéses, hiszen a spontán szerveződő tüntetéseknek nincsenek vezéralakjai, olyan személyek, akik mögé a teljes tüntető tömeg felsorakozna. Sokan emiatt parasztvakítással vádolták az államfőt, viszont odáig csak kevesen mentek el, hogy a legitimitását megkérdőjelezzék. Az államfő tehát továbbra is hitelesen töltheti be a nép és a politikai pártok közötti mediátor szerepét, azonban azt is tudja, hogy hitelessége ebben a felfokozott hangulatban igencsak ingatag. Ez az óvatosság ugyanakkor a konzultáción résztvevő parlamenti pártokra is jellemző. Gyakorlatilag a Pénélén kívül, aki előrehozott választásokat kért, csak az RMDSZ ment Johannishoz határozott elképzeléssel arra vonatkozóan, hogy miként lehetne visszaállítani a politikai stabilitást az országban. Az RMDSZ hétvégén tartotta meg a szövetségi képviselők tanácsát, melynek meghirdetésekor főnapi rendi pontjait az SKT elnökválasztás és a jövő évi önkormányzati választásokra vonatkozó jelölési szabályzat elfogadása képezte volna. Azonban a múlt hét második felében nyilvánvalóvá vált az, hogy ezek a témák háttérbe szorulnak, és az ország jelenlegi helyzetének kiértékelése képezi majd a tanácskozás fősodrát. Felgyűlt a társadalomban a feszültség, ez számomra teljesen egyértelmű. Úgymond a gőzt menet közben ki lehetett volna engedni. Például akkor, amikor vádat emeltek Viktor Ponta ellen, lemondhatott volna, vagy amikor a plágiumügybe keveredett, lemondhatott volna. Oprea lemondhatott volna, amikor a motoros rendőr meghalt a ő kíséretében. Piedone polgármester lemondhatott volna már rögtön aznap, vagy másnap reggel, amikor kiderült, hogy micsoda tragédia történt. Mind ezek a dolgok nem történtek meg, a bizonyos gőz nem volt kiengedve, és most minden egyszerre robbant. Az erdélyi magyar társadalom ambivalens módon viszonyult a kollektív klubban végbe ment tragédiához. Különböző fórumokon, a Facebookon és az erdélyi magyar sajtóban is többen tematizálták azt, hogy a magyarság elzárkózik attól, hogy bármilyen módon is reagáljon a bukaresti történésekre. Kovács Péter ügyvezető elnököt arról kérdeztük, hogy az RMDSZ politikusai érzékelték-e bármilyen módon választóik részéről azt, hogy a politikai osztály kritikája őket is érinti, és hogy érdekli-e az erdélyi magyarságot az országot lázban tartó eseménysorozat. Én úgy gondolom, hogy érdekli, mert ők is ugyanebben a társadalomban élnek, ugyanennek a társadalomnak a tagjai, és a mindennapi problémái ugyanazok. Tehát ők is azt látják, hogy az oktatási rendszerünkben a gyermekeket megnyomorítjuk, ők is azt látjuk, hogy bemegyünk egy egészségügyi intézménybe, és Isten őriz, hogy mind megyünk ott át, ameddig eljutunk, mekkora sorok vannak, tömeg, stb., vagy akár egy egyszerű igazolványt valahonnan ki kell venni, az biztos, hogy még másik három papírt kell leadjunk. Tehát, hogy érdekli, nem robbant akkor át Erdélyben ez a feszültség, mint amekkora Bukarestben volt, de teljesen egyértelmű, hogy az RMDSZ is meg kell változzon. Teljesen egyértelmű számunkra, nem is azt mondanám, hogy nem véletlenül hirdettük meg az újratervezést az idei év tavaszán, akkor az azt jelenti, hogy láttuk, éreztük, hogy megfogalmazódik irányunkban is egy a megújulásra vonatkozó elvárás. Kelemen Hunor RMDSZ elnök megnyitó beszédében arról beszélt, hogy most dühös a társadalom. Mindazok, akik utcára mentek ezekben a napokban, nem csak a saját jogos csalódottságukat és dühüket, hanem sokszor szüleik csalódottságát és dühét is utcára vitték. Mindazt, ami felgyűlt a társadalomban az elmúlt évtizedben. Ennek a feszültségnek, elégedetlenségnek, dűnek alapja van. És nem egy
konspirációs valami folytán alakult így a helyzet, és a kialakult helyzetért nagyon sokan felelősek, a politikusok is egyébként, vagy mindenek előtt ők. Tehát abból kell kiindulni, hogy ez egy reális elégedetlenség, és azzal kell folytatni, hogy a politikának kell választ adnia. Még akkor is, hogyha a politikai osztályt kérdőjelezik meg, és azt mondják, hogy mindenkinek mennie kell, mert egy parlamentáris demokráciában, hogyha azt gondoljuk komolyan, hogy továbbra is egy demokratikus államban akarunk élni, amit meg kell reformálni, amiben több igazságosságra, társadalmi igazságosságra, több méltányosságra, több emberi méltóságra van szükség, versenyre, tisztességes versenyre van szükség, és lehetne sorolni, hogy mi mindenre van szükség, az csak is egy demokratikus berendezkedés keretei között lehet megtenni. Minden, ami azon kívül van, az egy autoritárius rendszer, egy diktatúra, egy katonai diktatúra. Ezért fontos, hogy az államelnöki intézményt és magát az államelnököt még nem kérdőjelezték meg, és bízom benne, hogy nem is fogják megkérdőjelezni, mert ebben a pillanatban ő tudja ajánlani azt a megoldási lehetőséget hitelesen, amelyet a társadalom, ha elfogad, akkor a feszültségeket oldani lehet. Az SKT előtt Kelemen beszámolt azokról a kormányválság kezelésére tett javaslatokról is, amiket az általa vezetett delegáció ismertetett az államfővel a csütörtöki konzultáción. Szerinte a hosszú távú, a társadalom reformjait célzó tervek mellett most az emberek reményét visszaadó rövid és középtávú megoldásokra is szükség van. Ehhez az kell, hogy legyen egy pontos menetrend, hogy mit akarunk csinálni, és legyen egy olyan néhány pontot tartalmazó, ha szabad ilyet mondani, megállapodás, amely azt a hitet, reményt visszaadja az embereknek, hogy a dolgok meg fognak változni. 24 óra alatt nem fognak megváltozni. Akkor sem, hogyha forradalom tör ki. Akkor sem, hogyha más irányt vesznek a dolgok. Ezért én azt gondolom, hogy fontos, hogy azt a lépést, sorozatot, amelyet meg lehet mutatni, azt mielőbb megmutatni a társadalomnak. Kelemen Hunor szerint első lépésben egy szakértői kormányt kell felállítani, mert ebben a pillanatban egy politikai kormány nem tudná oldani a társadalmi feszültségeket. Mert miután lemondott a pont, a kormány nem azt kérték és nem azt kérik, hogy jöjjön a liberális kormány, hanem azt mondják, hogy ne jöjjön most egyetlen egy parlamentben lévő politikai párt sem hatalomra. Tehát ez nem egy hatalmi harc kell, hogy legyen. A mi részünkről ez nem hatalmi harc. Most a jó válaszokat kell megadni, ennek az első része a technokrata kormány. A második része az, hogy előrehozott választásokat kell tartani, még akkor is, hogyha ehhez kell az alkotmánybíróságot partnerként megnyerni, mert változtatni kell a törvényen, és egy alkotmánybírósági határozatot ki kellene egészíteni, nem fölülírni, nem érvényteleníteni, kiegészíteni, és mielőbb a mostani parlamentnek a mandátumát lezárni. Ezért mondtuk mi azt, hogy a jövő évben, májusban, június elején lehetne önkormányzati és parlamenti választásokat együtt tartani, és azt követően immár egy megújult parlamenttel, egy legitim parlamenttel, egy hitelesebb parlamenttel lehetne nekifogni az alkotmányozásnak. Ez a parlament egyben alkotmányozó gyűlés is lenne, és lehetne azokat a közigazgatási reformokat elindítani, amelyekre lenne egy esztendeje, másfél esztendeje az új parlamentnek. Mert ennyire szükség van, legalább ennyire szükség van. Kell depolitizálni a közigazgatásnak a nagyon nagy részét, meg kell állapítani, hogy melyik az a szint, ami alatt nincsen politikai intervenció, hogy ez főosztályvezető vagy főosztályvezető helyettes, nem tudom, ezt meg kell közösen állapítani, és én azt gondolom, hogy így lépésről lépésre, de megmutatva, hogy melyek a lépések és milyen időintervallumban lehetne oldani a feszültséget. Ezt tartanánk ma a leginkább célra vezetőnek, és ez a mi első opciónk. A jelenlegi törvénykezés azonban nem teszi lehetővé az előrehozott választások megszervezését. Az új választási törvény ráadásul csak jövő év július 24-én lép érvénybe. Két olyan probléma van, amelyet föl lehet oldani. Az egyik az, hogy a mostani parlamenti választásokról, de egyébként az önkormányzati választásokról szóló törvény megszavazásakor, vitája, akkor éppen a nagy sietség miatt, bár akkor is figyelmeztettük a kollégákat, de nem hallgattak ránk, nem iktattak be egy olyan cikket, hogy mi van rendkívüli helyzetben, mi van előrehozott választáskor, hogyan kell eljárni. Tehát ez hiányzik a törvényből. Most csak a 90 napos választási procedúra van. Ezt le kellene rövidíteni 60 napra, 45 napra, meg kellene szabni, hogy előrehozott választások esetén rendkívüli helyzetben hogyan kell parlamentet választani, és ezt követően pedig lehetne kérni az alkotmánybírósági normakontrollt.
És a gondok itt még mindig nem érnek véget. Az Alkotmánybíróságnak ugyanis létezik egy 2012-ben meghozott döntése, amely szerint az önkormányzati választások és a parlamenti választások nem tarthatóak meg egyidejűleg. Azonban ezt a döntést nem az alkotmány előírásai alapján hozta meg a testület. Ez az alkotmánybírósági döntés a Velencei Bizottságnak egy ajánlására hivatkozik, erre építi rá magát a döntést. Ezért én azt gondolom, hogy igazából nincsen semmiféle probléma, nem kell megtagadni a saját magát az alkotmánybíróságnak, hanem az 51-es határozatot kiegészíti azzal, hogy rendkívüli helyzetben és ilyen esetben, mint a mostani, hogyan kell eljárni, és hogy az alkotmányos, és nem szegi, nem sérti meg az alkotmányos rendelkezéseket. Mi azért mondtuk, hogy ez a jogi megoldás, mert eddig mindenki csak járta forró kása körül, hogy nem mondjak egyebet, és nem találta a jogi megoldást. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy tisztességes és egy jó törvényes alkotmányos megoldás lenne. Ezért is ezt a javaslatot a Kotrocsányban megfogalmaztuk, és így el lehetne jutni az előrehozott választásokig. Ezzel a parlamenttel még egy évet tovább menni, én szerintem nem megoldás semmire. Kelemen Hunor szerint az RMDSZ javaslatainak gyakorlatba léptetése nem ütközik túl nagy ellenállásba a román parlamenti pártok részéről. Én azt gondolom, hogy ez fog menni. A liberálisok ezt elfogadják. Most a szociáldemokraták nincsenek abban a helyzetben, hogy különösebben nagy igényekkel előálljanak. Én azt hiszem, hogy reálisak az esélyei. A Szövetségi Képviselők Tanácsának politikai vitája alatt az RMDSZ-es politikusok azt is kifejthették, hogy mit gondolnak az előrehozott választások megszervezésének támogatásáról. A politikai vita nyomán levont következtetésekről kérdeztük az RMDSZ elnökét. Én azt gondolom, hogy ha azt a döntést fog kelleni meghoznunk, hogy a parlament feloszlatásához hozzájárulunk-e, akkor az RMDSZ-nek nagy többsége ezt fogja támogatni. Mert az RMDSZ számára a politika soha nem elsősorban hatalmi harc volt, nem székek kérdése volt. Egy évvel ezelőtt kiléptünk a kormányból, nem kényszerített senki, éppen azért, mert úgy gondoltuk, hogy az a helyes lépés, hogy ott hagyjuk azt a kormányt, amelyikkel nem lehetett már érdemben jól együtt kormányozni. Na most azt a helyzetet képzeld el, hogy a mostani bukott kormánynak része lennénk. Nem azért mondom, hogy igazoljam az egy évvel ezelőtti döntésünket, csupán azt szeretném hangsúlyozni, hogy mi nem a székekhez ragaszkodunk, ahogy nem a kormányzati székekhez ragaszkodtunk egy évvel ezelőtt, hogyha holnap arról kellene dönteni, hogy az adott helyzetben, adott körülmények között előrehozott választásokat szervezzünk Romániába, akkor ehhez hozzájárulnánk, nem a parlamenti székbe kapaszkodnánk bele. Én ezt értettem, és én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen az RMDSZ-nek, a szövetség politizálásának egy pozitívuma. A szakértői kormánya PSZD-n kívül majdnem mindenkinek érdeke lenne. Ezzel ki lehetne lábalni a politikai válságból. Egyrészt stabilizálná a jelenlegi helyzetet, másrészt pedig elvégezhetne egy sor intézkedést, amelyet nem lehet halogatni. Ilyen például a jövő évi költségvetési törvény elfogadása. Az utóbbi napok történéseinek kielemzésére Toró Tibor politológust, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem oktatóját kértük fel. Többen rámutattak arra, inkluszív ez az RMDSZ-nek is ez az álláspontja, hogy egy stabil kormány kell ahhoz, hogy a költségvetést és egyéb fontos törvényeket most megszavazzanak még az év végéig. Ugyanakkor a PSZD legalábbis itt 3 nappal ezelőtt még azon az állásponton volt, hogy utoljára, amikor megnézték, ők rendelkeztek a parlamenti többséggel, és befejeznék ezt a mandátumot. Azonban a többségükhöz hozzátartozik az UNEPR-re is, akik azt mondták, hogy ők bármilyen megoldást támogatnak, amit Johannis javasol, és a Románia stabilitását szolgálja. Tehát ezt úgy is értelmezhető, mint ők felajánlják a szolgálataikat Johannisnak és implicit a másik oldalnak. A szakértői kormány létrehozása tehát egy kézenfekvő megoldás lehet, sőt, az sem elképzelhetetlen, hogy maga a PSZD próbál meg egy szakértői kormányt felállítani, és így egy középutat találni. Sokáig azonban nem kormányozhatna ez a technokrata kormány. Toró Tibor szerint jelen pillanatban a pártoknak érdekében áll az, hogy előrehozott parlamenti választást szervezzenek az országban. Minél hamarabb lesznek választások, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy egy új szereplő megjelenik a pártszférában. Tehát gyakorlatilag láttuk, hogy az új jobboldal pártot hozott létre, bárki benevezhet még pártot, és hosszú az idő következő
őszig, amikor is ezek a pártok akár fel is futhatnak. Tehát, hogy amennyire ez az utca hangja bármilyen diffúz és áttekinthetetlen, ha ők úgy valamilyen formában párták analizálnák magukat, akkor annak jó esélye lenne egy potenciális választáson. Egy új párt felbukkanása már nem pusztán elméleti lehetőség. Kollektív pártnéven készülnek új pártot bejegyezni Temesváron. Ennek kezdeményezői szerint a párt az emberek azon igényéből fakad, hogy megszabaduljanak a korrupciótól. Emellett a közösségi média is erős szerveződési potenciállal rendelkezik. A kollektív szót valamilyen formában tartalmazó Facebook oldalakat több mint 50 ezeren követik. A választások mielőbbi megszervezése tehát a jelenlegi parlamenti pártok érdekeit szolgálná, azonban ennek megszervezése a törvényes akadályok elhárításától függ. Van ennek egy technikai oldala is, hogy ez hogyan lehetne megvalósítani, vagy egyáltalán meg lehet-e valósítani, tehát az új választási törvény az egy 90 napos határidőt szab meg, mikor a választás napját ki kell tűzni, valamint az előrehozott választásnak is van egy procedúrája, ami az alkotmány szabályoz, ami azt feltételezi, hogy két kormány kétszer nekifutásra nem sikerült kormányt alakítani 60 napon belül, és akkor az államelnök a pártokkal való konzultáció után feloszlathatja a parlamentet és választást ír ki. Na most, hogyha ezt betartjuk, az 150 nap körülbelül, és mivel a PSD az, amelyik kormány tudna alakítani, valószínű, hogy kihúzná a 60 napot, amennyire menne ez lehetséges, tehát az már április, ami gyakorlatilag elég közel van, úgy gondolom már a novemberi határidőhöz is. Mivel a választási törvény jövő júliusban lép érvénybe, elvileg csak ekkor lehetne előrehozott választásokat tartani az önkormányzati választásokkal egyidejűleg, azonban ezt a lehetőséget az Alkotmánybíróság a Velencei Bizottság ajánlását alapul véve a 2012-es döntésével megtiltotta. Persze, amennyiben módosítják a választási törvényt, és amennyiben lehet módosítani a választási törvényt anélkül, hogy problémákat okozzon, akkor kivitelezhető lenne, de én úgy gondolom, hogy itt az előrehozott választások azok inkább egy politikai akarat, mint hogy egy reális lehetőség. Másfelől a tüntetők sem biztos, hogy kívánatosnak tartják az előrehozott választások megszervezését. Ezt a kezdeményezést úgy is értelmezhetik, hogy a parlamenti pártok a választások eszközével akarják a legitimitásukat megújítani és a hatalmukat átmenteni. Az elégedetlenség kézzel tapintható, de annak ellenére, hogy szervezkednek, még mindig nincs egy kikristályosodott hangja a tüntetőknek. A múlt héten a több ezres országszerte megszervezett tüntetésekhez képest az utóbbi napokban az utcára vonulók száma pár száz főre csappant. Egy nagyon nagy elégedetlenség van, ami jó eséllyel előbb-utóbb le fog ülni. Tehát, hogyha úgy követjük, hogy mik történnek Bukarestben, mondjuk nem feltétlenül Kolozsváron, de Bukarestben látszik, hogy mind több és több a csalódott ember, már ezekbe a tüntetésekbe is. Szerintem Johannis aránylag ügyesen próbálja kihasználni, hogy ezt az elégedett, tehát hogy úgy próbálja meglovagolni ezt az elégedetlenség hullámot, hogy ne is igazán domináljon, de ne is maradjon abban, mert ha abban marad, akkor már nincs mire valószínű hivatkozni, tehát hogy ez az utcával való konzultáció, ez végülis ezt szolgálja, hogy itt megpróbálta valahogy bekanalizálni saját magának, az, ami nem tudom, hogy sikerül-e. Egy esetleges kampányidőszakban a hatalomért folyó harc most gyakorlatilag a két nagy párt csatájává redukálódik. Míg a Penele már egy ideje arra vár, hogy átvegye a hatalmat, és ő az, aki legbőszebben szorgalmazza az előrehozott választásokat, addig a PSD-nek az áll leginkább érdekében, hogy a jelenlegi parlamenti mandátumot a lehető leghosszabb ideig kinyújtsa. Hát itt a két nagy párt a kérdés, tehát hogy a PSD és a Penele, mert a kisebb pártok, tehát az UNEPR, ami egy elég jelentős hatalom most jelenleg is a szenátusban, mert hogy nem csak a saját képviselőik, szenátoraik vannak, hanem a PPDD egyes szenátorait is magukba szippantották, én őket nem látom reális pártnak, illetve azt se látom, hogy a Băsescu-ék mennyire tudnak felkészülni ténylegesen. Tehát, hogy van, aki fel, tehát szerintem a PNL az elnökválasztás óta készül, hogy valamikor csak lesz egy választás. PSD meg nekik biztos az érdekük, hogy valamilyen formában végigvigyék a mandátumot, mert nem hiszem, hogy komolyan gondolják, hogy sikerül majd megnyerni ezt a választást.
Várhatóan az RMDS a következő időszak történéseiben a normalitás letéteményesének szerepét fogja felvállalni. A politológus szerint az, amit a szövetség politikusai az elmúlt napokban tettek, összhangban van ezzel a szereppel. Az RMDS-nek gyakorlatilag 2004 óta van egy olyan stratégiája, hogy válsághelyzetekben megpróbál ő lenni úgymond a normalitás hangja, tehát hogy ő egy ilyen hasznos szereplő próbál válni, és ezzel végülis üzen is a román partnereknek, hogy mi készen állunk. Most nem, tehát nem a kormányzásra is akár, hanem nem mondják ezt ki, de ez is benne van, és ez is egy ilyen üzenet volt, úgy gondolom, hogy ők jöttek elő a technokrata kormánnyal, és utána előrehozott választás, ők voltak az elsők, akik a költségvetésre hivatkoztak. A politológus úgy vélekedik, hogy ezúttal az RMDS részéről a megoldások felvázolása elsietett volt. A tiltakozások pont az ilyen típusú megoldások ellen is szólnak, hogy itt a pártok elintézik a dolgokat, tehát hogy ez inkább egy ilyen establishment melletti megszólalás volt. Kedves nézőink, ez volt a mai metszet. A kormányválság miatt az ünnepek körüli periódus mozgalmasnak ígérkezik. Ez az időszak a történések minden szereplője számára vizsgaidőszakként szolgál majd. Az utcán tüntetők azt bizonyíthatják be, hogy eltökéltek a változás kikényszerítését illetően. A politikai pártoknak pedig a kreativitásán múlik az, hogy mennyire tudják a felbojdult állapotokat a maguk hasznára fordítani. És az államfő is bebizonyíthatja, hogy mennyire rátermetten tudja eljátszani a mediátor szerepét. Már a kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, várom önöket jövő kedden is, viszontlátásra!